Sziasztok, Kis Gergely vízilabdázó vagyok. Fő témám a sport lenne, azon belül sokszor napi vagy heti történések, sokszor saját élmények. Az egyik ilyen első téma, ami a legtöbb embert érdekel, hogy bár a Honvédban játszom, de a válogatottban a londoni olimpia óta nem. Szóval ez a téma az avatás, a beavatás kérdése, ami amerikai sportolóknál és David Beckhamnél is előkerült, hogy miket kellett átélni újoncoknak, hogy a profi csapatba bekerülhessenek. És botrányok voltak e körül, hogy NFL amerikai focistáknál hogy ugráltatják az újoncot, a fiatalt, illetve hát Beckham is mesélt az élményeiről, amik nyomdafestéket éppen, hogy csak tűrnek, vagy nem is tűrnek. De hát, hogyha nem is a sportról beszélünk, akkor katonaságnál, vagy egyetemeken, vagy titkos társaságoknál része magának az egésznek, hogy egy beavatási ünnepsége valaki a közösség részévé válhasson. Ez ugyanígy van nálunk is sportban, illetve így volt pontosabban. Elsősorban a régi rendszerben, a kommunizmus alatt, aztán még a rendszerváltás után néhány évig volt ez divat. Én elsősorban persze a vízilabdáról tudok beszélni, ahol szintén az erőszakos és kicsit agresszívebb avatások voltak jellemzők, aztán az átalakult viccessé, kicsit az újonc, aki már letette az első néhány névjegyét a csapat körül, annak az egyfajta befogadása, elfogadása volt egy próbatétel. Ez természetesen sokszor edzőtáborokban, külföldi túrákon volt megoldható, az edzőktől, a szülőktől távolabb, és most néha azért fájdalmas véget értek ezek, amikor a próbatétel nem úgy sikerült, ahogy eltervezték az idősek. Úgyhogy a körpapucsos fenékre, vagy egyéb fizikai, csúnyán mondva, megtorlások, azok követték a feladat sikertelen elvégzését. Persze én is átéltem, kétszer is avattak engem, egyszer gyerekcsapatban, az első külföldi túrámon, amikor kassára vonatoztunk, és fején kellett állnom, amikor nem tudtam a feladatot, és úgy kellett megpróbálni lefordítani külföldi szöveget. Hát abban a pillanatban nagyon kínos volt, most már persze viccesen gondolok vissza rá, hogy átestem ilyenem, de volt felnőtt csapatnál is avatásom. Ott már nem volt szó erőszakról, inkább csak próbatételről. Éjszaka ruhában úszás az uszodában, bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztása és ilyen dolgok. Ez szerintem már sok szülő vagy oktató pedagógus szemében már barbár dolognak számít. Akkor ez bevett szokás volt. Nem vagyok rá büszke, de én is avattam egyszer fiatalabbakat. Mondjuk az már valóban tényleg a viccről szólt, és az ugratásról megtudtunk néhány dolgot a adott fiatalabb játékosról, aki újoncként került a csapatba, és azt kihasználva azokat az infókat, azokat a hibáit vagy gyengeségeit, próbáltunk vele egy-két feladatot elvégeztetni. 18-19 éves lehettem akkor, amikor én végeztem ilyet, és mondom, nem vagyok rá büszke, de annak viszont örülök, hogy ez most már teljesen kiment a divatból, és későbbiekben, illetve most már úgymond idősödő vízilabdázóként ezt egyáltalán nem alkalmaztuk, és mondom, már fizikai erőszakról szerencsére nem volt szó egyáltalán. Azt hiszem, hogy ez a dolog kihalóban van egyébként, és nagyon remélem, hogy erre nem lesz már továbbiakban szükség. Nem tartom jó dolognak, aki benne van egy ilyen folyamatban, az nehezen tud ebből kilépni. De szerintem most már 20-22 éves történetekről lehet csak beszélni, és sem a válogatottban, sem a felnőtt csapatokban nem tapasztaltam már nagyon régóta, mondom, lassan 2 évtizede hasonló dolgot. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!